Sok szeretettel köszöntök mindenkit, elkezdjük a mai webinárt. Röviden bemutatkoznék, Juhász György vagyok, a Grow Digital tartalommarketing vezetője, és ugye praktikus lépések a hatékony tartalommarketinghez ez a mai témánk. Magamról röviden néhány szót. Én 20 plusz évet dolgoztam médiában, újságíróként kezdtem, és aztán online divízió vezetőként fejeztem be. Majd ezt követően alapítottam egy saját tartalommarketing ügynökséget, most pedig másfél éve vezetem a Grow Digitalnál a content marketing üzletágat. Pár szóban a Grow-t is bemutatnám azoknak, akik esetleg nem ismerik. A Grow egy eredményfókuszú full service digitális marketing ügynökség. Sokan talán úgy ismerik, hogy elsősorban performance marketinggel foglalkozik, de ez már régen nem igaz, mert hogy teljes körű szolgáltatásokat nyújtunk. Többek között tartalommarketinget, közösségi médiát, performance marketinget és marketing automatizációt és e-mail marketinget is. Sajátosságunk még az, hogy regionálisan dolgozunk. A környező országokban vannak olyan munkatársaink, akik egyaránt beszélik a magyar nyelvet, illetve a helyi nyelvet is, és ismerik a helyi piacot is, és ezért abszolút teljes értékű szolgáltatásokat tudunk nyújtani a teljes régióban. Íme néhány referencia, ezek olyan cégek, akiknek tartalomszolgáltatást nyújtunk jelen pillanatban. Itt is teljes skálát tudunk nyújtani, ami azt jelenti, hogy egyaránt a tervezésben és a kivitelezésben is szolgáltatunk. Tehát arra van szükség, akkor stratégiát alkotunk, arra van szükség, akkor pedig csak tartalmakat gyártunk. Itt is igaz a regionális működés, például a felsorolt cégek közül is van, akinek magyarul és angolul gyártunk tartalmat, de volt már olyan, hogy szlovénül, horvátul vagy csehül kellett tartalmat gyártanunk, ez is abszolút megoldható. És akkor rá is térnénk a mai témára, hogyan lehet hatékonyan megtervezni a tartalommarketinget. Ezt négy témára bontottam, és onnan indulnánk, hogy milyen ma 2020-ban a tartalommarketingnek a helyzete, és ezt követni az, hogy milyen hibákat kell elkerülnünk a tervezés során, hogyan tudunk tudatosan tervezni, és mik azok a trendek, amiket érdemes figyelembe venni a tervezésnél. És a végén pedig még egy plusz kis meglepetéssel is készültünk. A tartalommarketing helyzete. Hát ugye valamikor 2003 táján volt az, hogy a tartalommarketing egy buzzwordé vált, sőt egyáltalán megszületett a kifejezés, és sokan elkezdtek iránta érdeklődni, és érdeklődés központjába került, és látható itt a Google Trendsben, hogy azóta is folyamatosan növekszik iránta az érdeklődés, és jelen pillanatban is, tehát most van a legmagasabb pontján. Ugyanakkor viszont eközben óriásit változott a piac is. Akkor ugye ez egy újdonság volt, és nagy érdeklődés volt, ez azt jelenti, hogy valaki elkezdett tartalmat szolgáltatni, akkor számíthatott arra, hogy nagyon gyorsan reakciókat kap erre a tartalomra. Manapság viszont alaptevékenységé vált, és óriási nagy zaj veszi körül, éppen ezért sokkal nehezebb tartalommal megragadni az embereknek a figyelmét. Ez egy slide a SEMrush-nak a egyik felméréséből, amit 2019-ben készítettek, és most az év végén, év elején, 2020 elején publikáltak. Ebben összesen 39 országból 1200 marketingest kérdeztek meg. Különböző dolgokról, erről fogunk is többször hivatkozni ebben a webinárban. Ebből az látszik, hogy a legfőbb kihívásnak azt tekintik a marketingesek jelenleg, olyan tartalmat készítsenek, ami minőségi leadeket generál. De ha megnézzük, hogy az első három helyen mik vannak, akkor itt a dobogón gyakorlatilag mindegyik hasonló tematika, mert például a második kihívás az, hogy olyan tartalom szülessen, ami növeli a forgalmat, a harmadik pedig, hogy olyan tartalom készül, amire rezonál a közönség, ami engagementet generál. Úgyhogy meg is kérdezném a résztvevőket, hogy nekik mi a legnagyobb kihívás a cégnél a tartalom kapcsán.
több opció is van, ugye lead generálása, látogatottság növelése, engagement növelése, konverzió növelése, egyáltalán tartalmi ötleteknek az előállítása, vagy maga a tartalomnak a legyártása. És megnézzük, hogy ez mennyire van párhuzamban a nemzetközi felméréssel. Nekem van egy sejtésem, és kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog visszaigazolódni. Látjuk is az eredményeket. Hát itt a látogatottság növelés, az engagement növelés egy hajszállal megelőzte a nemzetközi eredményt, a lead generálást. Én őszintén szólva azt gondoltam, hogy itt a konverzió növelése az magasabb értékkel fog szerepelni, de ez nagyon jó, hogy ez így van. Erről később vissza is fogunk térni, hogy mire jó a tartalom és mire kevésbé. Ez nem feltétlenül első körben a konverzió növelésére. Tehát ez végül is egész hasonló eredményt mutat, mint a dobogó három helyezettje az SEMrush felmérésében. Akkor mennénk is tovább. Gyakorlatilag ez az a szlájd, ami minden prezentációban szerepel. Ugye a Content Marketing Institute is minden évben készít egy felmérést arról, hogy a marketingesek mire és hogyan használják a tartalommarketinget, és ők például 24 különböző tartalomtípusra kérdeznek rá, hogy mit használnak a marketingesek. Tehát gyakorlatilag még ezen a téren is a bőség zavara van. Tehát ugye most végig arról beszélünk, hogy mekkorát változott az elmúlt 7 évben a tartalommarketing. A tartalmi formátumok is problémát okozhatnak abból a szempontból, hogy rengeteg van, ami közül választhatunk. A másik ilyen idézőjelben probléma az a social médiának, a rengeteg csatornának a sokasága. Vannak, akik úgy érzik, hogy ez egyfajta késztetést éreznek arra, hogy akkor minél több ilyen csatornán jelen kell lenni, ami nem feltétlenül jó stratégia, erre vissza fogunk térni később. Itt látható, hogy gyakorlatilag a különböző csatornákon mennyi ideig élnek az egyes tartalmak, és ráadásul ez 2018-as adat, tehát azóta ez még valószínűleg romlott is. Itt látható, hogy ugye a blog az ugye klasszikusan nem tartozik a social media kategóriába, és ott teljesen más dimenzió, tehát ott akár 2 évig is megél a tartalom. Tehát mindez szintén hozzáad ahhoz, hogy sokkal nehezebb tartalommal megfogni az embereket, mint mondjuk 2013-ban. Mindenből pedig kialakul egy olyan helyzet, hogy a management és a content team között van egy ilyen alapvető feszültség, ami arról szól, hogy a management azt mondja, hogy de hát hozd már az eredményt a tartalommal, mert hogy ezért tartunk. A content team pedig azt mondja, hogy hát mindent megteszünk, amit csak tudunk, de hát nem olyan egyszerű. És tényleg ez van, mert hogy ma már sokkal több tartalom készül, mint amit be lehet fogadni, és ahogy mondtam is, már nehezebb tartalommal megfogni az embereket, és biztos, hogy nem lehet úgy működni, mint ahogy 2013-ban működtünk, hogy elkészítünk egy tartalmat, kirakjuk, és akkor ez biztos, hogy hoz valamilyen eredményt, mert megváltozott a környezet, és megváltoztak a fogyasztói szokások is. Mi a megoldás ebben a helyzetben? Én azt gondolom, hogy ez az a három dolog, amit mindenképpen szem előtt kell tartani. Egyrészt el kell kerülni a tipikus hibákat, másrészt tudatosan kell tervezni, és a harmadik pedig figyelni kell azokat a trendeket, amelyek éppen a világban uralkodnak, és ezeket követni kell. És éppen ezért a következő három rész az erről fog szólni a prezentációban. Nézzük először a kerülendő hibákat. Ezeket egy slide-ra hoztam össze. Itt a mínusz és a plusz nem azt jelenti, hogy a bal oszlop a hiba, a jobb oszlop pedig követendő, ezek mind hibák. Itt a mínusz azt jelenti, hogy valami hiányzik, valamiből kevés van, a plusz pedig azt jelenti, hogy valamit túltolunk, tehát hogy túlzásba visszük. Úgyhogy nézzük előbb a negatív oldalt. Felmérésekből az jön ki, és tapasztalat is azt mutatja, hogy a legnagyobb probléma a stratégiai hiánya szokott lenni. Tehát a legtöbb cégnél megvan a napi szintű, heti vagy havi terv, ami alapján dolgoznak, tehát van egy operatív menetrend,
és úgy tűnik, hogy ez elég is, de a gyakorlatban viszont egy átfogó stratégia, ami a big picture-t megmutatja és kontextusba helyezi az egészet, az viszont gyakran hiányzik, márpedig erre igencsak nagy szükség lenne, fogunk beszélni később részletesen. Másik ilyen hiba szokott lenni, az a céloknak a hiány, hogy voltak épp miért is készítjük a tartalmat. A tartalommal rengetegféle célunk lehet, ki fogunk térni rá később, és ezt pontosan meg kell határozni annak érdekében, hogy senkit ne érjen csalódás. Lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy készíti a tartalmat, és akkor az ennyi meg ennyi konverziót fog hozni. Ha ebben a hitben van, akkor lehet, hogy közben nem is azt a célt szolgálja az a tartalom, amit gyárt, és ebből egy csalódás lesz a vége. Tehát a több lehetőség közül ki kell választani azt, ami a releváns és valós cél, amit a tartalommal el lehet érni. Harmadikként az eredetiség hiánya. Igazából ez olyan, mintha azt mondom, hogy csináljuk azt, amit a többiek, körülnézünk, mindenki gyárt tartalmat, mindenki rak ki edukatív posztokat, mi is rakjunk ki edukatív posztokat. Ez nyilván nagyon nem jó stratégia, hiszen pontosan ugyanaz, mint amikor a termékekkel, szolgáltatásokkal is meg kell különböztetnünk magunkat, ugyanígy a tartalommal is meg kell különböztetnünk magunkat, tehát nem csinálhatjuk pont ugyanazt, amit mások. Ez nyilván tartalommal kapcsolatban nehéz és kihívás, de erről is lesz szó a későbbiekben. A következő a promóció hiánya. Ugye erről beszéltem, hogy 2013-ban kiraktunk valamit, és jött rá forgalom, ez ma nem feltétlenül igaz. Egészen biztosan, tudatosan és stratégiailag meg kell tervezni azt, hogyha én egy tartalmat publikáltam, akkor erre hogyan fogok behozni látogatókat. Végül pedig a negatív oszlopban az elemzés hiányát említeném, tehát lehet, hogy mindezek mind rendben vannak, és mindet megcsinálta a cég, de vagy nem méri jól a tartalomnak a hatékonyságát, vagy pedig méri, de nem végzi el jól azt az elemzést, és nem vonja le azokat a következtetéseket, amelyeket aztán vissza tud vezetni a további tervezésbe. A másik oldalon, a túlzásba vitt oldalon, olyanokat találtunk, mint például a termékek és szolgáltatások erőltetése. Ugye a tartalommarketingnek pont az a lényege, hogy ne csak a termékről és szolgáltatásokról beszéljünk, nyilván arról is kell, és fontos is, hogy beszéljünk róla, de ezen túlmutatva olyan tartalmak is készüljenek, amelyek közvetett módon beszélnek csak a termékről, szolgáltatásokról, például a használatukról, arról az élményről, amit okoznak. Erről szintén lesz szó a különböző tevékenységköröknél, hogy mi mindent lehet még itt szempontként felvetni, de az biztos, hogy csak a termékről beszélni nem hasznos. A következő ilyen az azonnali eredményeknek az elvárása. A tartalmat ugye többféleképpen használhatjuk, és kisebbségben vannak azok a felhasználási típusok, amelyek azonnali eredményt hoznak, és többségben vannak azok, amelyekhez idő kell. Ezekről is fogunk beszélni a későbbiekben. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor elvárhatjuk az azonnali eredményt, de az esetek többségében azért ez nem így van, hanem idő szükséges hozzá. A következő ilyen a direkt eladásnak az elvárása. Ez nagyon hasonlít az előző ponthoz, itt is gyakorlatilag kisebbségben van olyan eset, abszolút, amikor direkt eladással köthető össze a tartalom, de ez is kisebbségben van, és a többségben a tartalom csak asszisztál ebben a folyamatban. Tipikusan olyan helyen szokás használni, amikor vágykeltés, tájékoztatás, informálás, és ezért csak asszisztál a konverzióban, és a láncban nem a direkt eladásnál szerepel, hanem tipikusan annál korábban. Erről is beszélni fogunk később. Nagyon nem jó, hogyha látszik egy tartalmon, hogy a gépeknek készült. Ez például, hogyha túlhasználjuk a kulcsszavakat, akkor ez rögtön látszik. Tehát biztos mindenki találkozott már olyan szöveggel a weben, hogy ez az oldal a fogfehérítésről szól, a fogfehérítés nagyon jó, mert fogfehérítésre mindenkinek szüksége van, itt mindent megtudhat a fogfehérítésről, és nagyon hatékony lesz a fogfehérítés, ha elolvassa ezt a oldalt. Nyilván ez nem emberi fogyasztásra készült, és ez taszítani tudja a felhasználókat. Végül pedig az se jó, hogyha túl gondolt a tartalom, tehát nyilván nagyon fontos és hasznos figyelembe venni nagyon sok szempontot, hogy milyen tartalom készüljön, de ha ezt nagyon patika mérlegen kimérjük, akkor ugye a lelket ki lehet belőle ölni, és ezt szintén lehet érezni, ez kicsit hasonlít az előzőhöz.
amikor egy kicsit ilyen művinek és kiszámítottnak érződik a dolog. Úgyhogy ehhez is rögtön kapcsolnék egy kérdést a résztvevőknek, hogy a cégnél mi hiányzik leginkább a tartalommarketing terén? Tehát van-e esetleg ezek közül, a hibák közül, amit elkövet a cég, vagy esetleg aminél magára ismert valaki? Stratégia lehetne esetleg jobb, kidolgozottabb, esetleg nem elég egyértelműek a célok, vagy nem elég eredeti, amit a cég csinál, túlzottan hasonlít arra, amit mások csinálnak, esetleg nem kap elég promóciót a tartalom, tehát megjelenik, de lehetne jobban terjeszteni, és felhívni rá a figyelmet, vagy esetleg az elemzés lehetne jobb, amikor megmértük a tartalmat, és kielemezzük, hogy hogyan fogyasztották, és hogyan tudjuk ezt visszavezetni a következő tervezésbe. Ez is visszaigazolta a nemzetközi kutatást, hogy nagyon magasan a stratégia vitte el a pálmát, és nem annyira meglepő, hogy a másik helyen pedig az elemzés szerepel. Azt gondolom, hogy ez párhuzamban van a világhelyzettel. Beszélni fogunk ezekről a későbbiekben, pont ezért, mert ezek fontosak. Úgyhogy mehetünk is tovább. És akkor nézzük a tudatos tervezést, tehát hogy hogyan tudunk tudatosan hozzáállni. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb része a webinárnak, mert hogy itt dől el, hogy elégetjük a pénzt, vagy pedig hatékonyan működünk. Én azt gondolom, hogy ez az 5 szempont, amit mindenképpen figyelembe kell vennünk. Az első a már többször említett célok, határozzuk meg pontosan, hogy mi a célunk, és mit szeretnénk elérni a tartalommal. Ahogy mondtam, ez nagyon széles skálán mozoghat, lehet, hogy a imást akarjuk erősíteni, lehet, hogy a lojalitást szeretnénk erősíteni, lehet, hogy edukálni szeretnénk a közönségünket, lehet, hogy érdeklődés vágyat szeretnénk kelteni, információt közölni, nagyon sokféle cél lehet, és ezek közül akár többet is párhuzamosan elérhetünk, ha egyiket akár rövid távon, másikat akár közép vagy hosszú távon. A következő ilyen szempont az a minőség. Egészen biztos, hogy csak akkor fognak kapcsolatba kerülni a mi tartalmunkkal, hogyha olyan tartalom készült, ami releváns, érdekes és hasznos az adott célközönség számára. Egész biztos, hogy az ő fejükkel kell gondolkozni, azokat a kérdéseket keresni, amikre ők keresik a válaszokat, és ezekre kell válaszokat adni. És ez mindezt a megfelelő hangvételben, megfelelő stílusban, ezt hívhatjuk összefoglalóan minőségnek. A harmadik, amit már többször említettünk, hogyha a tartalmat publikáltuk, akkor utána annak a megfelelő terjesztéséről, disztribúciójáról, promóciójáról is gondoskodni kell. Amint a felmérésből is, meg az előző kérdésből is látszott, ez nem mindig van meg, vagy nem mindig egyértelmű. A következő a mérés, ez nagyon szoros összefüggésben van a céllal, illetve nyilván a formátummal, hogy mit mérünk és hogyan mérünk, amiből le is tudunk értelmes következtetéseket vonni. És végül pedig az elemzés, hogy ezeket a tanulságokat, amiket levonunk, ezeket vissza is csatoljuk, és a következő tartalmak előállításánál figyelembe is vegyük. És azért írtam ide egy nagy piros keretben, mert hogy igazából én azt gondolom, hogy ez kell, hogy legyen a stratégia alapja, tehát ez az az 5 pont, ami mindenképpen végig kell menni, és mindenképpen meg kell határozni, hogy mik a válaszaink ezekre a pontokra. Ugyanis ezt nem érdemes megspórolni. Ha ezt megspóroljuk, akkor valami hasonlót fogunk csinálni, mint mások, mert hogy kell, mert hogy szokás, meg kell tartalom, és akkor lehet, hogy csak égetjük a pénzt. Ha viszont ezt végigcsináljuk, akkor készülhet egy olyan stratégia, ami kifejezetten a mi cégünkről, brandünkről, termékünkről, szolgáltatásunkról szól, tehát ránk van szabva, és ebben az esetben már hatékonyabban tudunk működni a tartalommarketingben. Tehát ez egy befektetés, és ezt nem javaslom az elején megspórolni, mert akkor egy rossz pályára állhatunk.
Jó, de hogyan csináljuk ezt konkrétan? Ez a 10 pont, amin mi végig szoktunk menni, amikor meg szeretnénk határozni azt, hogy hogyan is fogunk hozzá a tartalomnak a gyártásához, és mi legyen a stratégiánk. Igazából persze mondhatjuk azt, hogy ez rendkívüli módon hasonlít bármilyen másik marketing tervezéshez, de hát ez így is van. Pontosan ugyanolyan fontos, és ugyanazért kell megtervezni, mint bármilyen más marketing tevékenységnél. Itt annyi lesz a különbség, hogy az egyes pontoknál konkrét kapcsolódási pontok lesznek a tartalomhoz, illetve válaszok arra, hogy egyik esetben merre induljunk, illetve a másik esetben merre induljunk. Az első a tevékenységi kör, és nyilván nem kell magyarázni, hogy ez az, ami a lehető legszélesebb módon szét tudja választani, hogy merre kell menni, hiszen ettől nagyon sok minden függ. Igazából, mivel ez egy szinte végtelen lehetőségeket rejtő dolog, itt nyilván csak példákat tudok mondani, amivel illusztrálni lehet, hogy ez miért fontos. Ha például egy olyan webáruházat üzemeltetünk, ami rengeteg terméket árusít, és ez a legkülönfélébb témákban, akkor nyilván ez kevesebb témakutatással fog járni, hogy miről gyártsunk tartalmat, mert ez a sok termék adja magát. Biztos, hogy mindig lesz olyan, ami aktuális valamiért, lehet, hogy azért aktuális, mert éppen szezonalitása van, azért aktuális, mert éppen akciós, tehát biztos, hogy az értékesítés oldaláról mindig érkezni fog valami input, ami miatt nem igazán kell keresnünk azt, hogy miről is írjunk. Nyilván ezen belül már lehet témakutatást végezni, hogyha megvan az a termék vagy termékcsoport, amiről írunk, hogy azon belül hogyan kapcsolódjunk és miről, de akkor is jelentősen kevesebb lesz ez, mint mondjuk egy másik területen. Vagy nézhetjük azt, hogyha valaki nagyjából egy típusú termékkört árusít, ami lehet akár szezonális is, mondjuk medencéket, abból a lehető legtöbb fajtát, de az akkor is ugye egy kategóriának tekinthető. Ebben az esetben például jellemző lesz az, hogy valószínűleg keletkezik egy csomó újrahasznosítható tartalom, ami szezonról szezonra akár változatlanul, akár valamilyen módosítással, de újra felhasználható. Ehhez nagyon hasonlíthat egy olyan termékpaletta, amikor mondjuk egy életszakaszra jellemző termékkört árusítunk, mondjuk kismamáknak például, ami nyilván egy jól definiált néhány hónapos szakaszra szól. Itt is ugye felmerül az, hogy lehetnek újrahasznosítható tartalmak, itt viszont lehet egy másik szempont, hogy kihívás lehet az elérés, tehát hogy megtalálni azokat az embereket, akik éppen ebben az életszakaszban vannak, és hogy hozzájuk eljuttassuk a megfelelő tartalmat. Ez megint egy más típusú dolgot helyez a fókuszba. Tipikusan élménytípusú szolgáltatásoknál például utazás, vagy lehet ez valamilyen szabadidős tevékenység, sport. Itt lehet leginkább felhasználói tartalmat igénybe venni, mert hogy itt a saját élményeiket tudják megosztani a felhasználók, ami inspirálja a többieket. Ennek megint rengeteg formája lehet. Aztán, hogyha a termék valamiért egy kicsit is bonyolultabb, tehát nem kell feltétlenül nagyon bonyolultra gondolni, de bármi megtanulandó van vele kapcsolatban, vagy beüzemelendő van vele kapcsolatban, ez lehet egy műszaki cikktől egy társasjátékig bármi, akkor játszik például az unboxing videó, adhatunk használati tippeket, hogy hogyan kell használni, készíthetünk például egy hírlevélsorozatot, ahol azt mondjuk a felhasználóknak, hogy iratkozz fel, és x darab hírlevélben megtanítunk erre vagy arra. Ilyen például, nekünk van például ilyen termékünk itt a Grow Digitalnál, ahol kompletten segítünk az ügyfélnek vele együtt kitalálni, hogy mi lehet az a tematika, amit egy ilyen hírlevélsorozatban érdemes feldolgozni. Készítünk hozzá landing page-et, terelünk rá forgalmat, regisztráltatjuk az embereket, és elkészítjük magát a hírlevélsorozatot, tehát kompletten az egészet elkészítjük, és ennek a végeredménye az egy ilyen regisztrált adatbázis, amivel sikerült bővíteni a korábbi adatbázist. Hogyha olyan termékekről beszélünk, amelyek leginkább összehasonlítandóak, ez szintén lehet műszaki termék, vagy például a kozmetikum, itt tipikusan a terméktesztek szoktak megjelenni, és végül pedig B2B kategóriában, különösen, hogyha az valamilyen nis terület, akkor ott általában elég nehéz témákat találni, főleg akkor, hogyha a mi vásárlóink is szakemberek, és úgy érezzük, hogy nem feltétlenül tudunk olyat mondani nekik, amit ők ne tudnának.
akkor elképzelhető, hogy sokkal intenzívebben kell témát kutatni, hogy megtudjuk tőlük, hogy mi az, ami nekik hasznos lenne, és mi az, amire tényleg szükségük lenne, és akkor ebben a témában tudunk nekik szolgáltatni. Magyarul ez csak néhány példa volt, és ebből rengeteg lehetne még. Tehát maga a tevékenységkör a 10 pont közül a legmeghatározóbb. A következő a célközönség, és ezt nem is ragoznám hoztani, hiszen ez marketing egyszer egy. Ugyanakkor a tartalomnál ez egyértelműen hat a stílusra és a hangvételre. És ami még fontos tanulság, hogy szinte biztos, hogy nem egy célközönségnek, hanem valószínűleg több célközönségnek fogunk tartalmat gyártani, legalábbis a cégek többsége, ráadásul a vásárlói út több szakaszára. Itt látható két csárta, az egyik, ez mind a kettő a Content Marketing Institute-nak a éves felméréséből. Ugye a baloldali azt mutatja, hogy egy cég, a megkérdezettek úgy nyilatkoztak, hogy hányféle célközönségnek gyártanak tartalmat, és itt látható, hogy aki bocsánat, ezt megesküdtem, hogy ezt kikapcsoltam ezt a dolgot, de úgy látszik, hogy nem. Látható, hogy egyetlen egy célközönségnek csak 5% gyárt, már bővül a szám a következőnél, tehát gyakorlatilag mindenki több célközönségnek gyárt, nem csak egynek. Nagyon ritka, hogyha valaki egynek gyárt. Ugyanígy megfigyelhető az is, hogy milyen szakaszára gyártunk a funnelnek, és ahogy említettem már, hogy a tartalom elsősorban a korai szakasznak, vásárlás korai szakaszában hasznosul. Itt látható is ebből a chartból, hogy oda készül a legtöbb tartalom is, és ahogy haladunk lefelé a funnelen, úgy egyre kevesebb tartalom készül arra a szakaszra. Illetve az is nagyon fontos, amikor a célközönségről beszélünk a tartalomnál, hogy B2C vagy B2B közönségnek dolgozunk, ugyanis alapvetően más típusú tartalom működik az egyik helyen, mint a másikon. Ez egy teljesen külön téma, most nem megyek bele, de vannak triviális dolgok, mint hogy például B2B téren az ilyen white paper jellegű összefoglaló szakmai anyagok például nyilván hasznosak és jól mennek, míg ezzel szemben ez nyilván B2C-ben nem játszik, ahol sokkal inkább fontos a vágykeltés, az érzelmi kommunikáció, ehhez kapcsolódó vizuális tartalmak. De nyilván ezt is lehetne még hosszabban részletezni. A következő pont az a gyakoriság. Itt háromféle kategóriát írtam ide, és igazából simán elképzelhető, hogy valaki mind a hármat megvalósítja. Az egyik ugye a rendszeres folyamatos tartalomgyártás, ilyen például egy blog, ahol ugye arra kell felkészülni, hogy ez akár éveken keresztül is működik. Tehát mind tematikában, tehát sokféle szempontból úgy kell elkészíteni, hogy ez fenntartható legyen gyakoriságban, és különböző más szempontok szerint. Kapacitásban például. A másik kategória az ugye az időszaki kampány jellegű, ami egy jól meghatározott időre szól. Ez lehet egyébként egy klasszikus kampány is, hogy van egy landing page, és akkor ott akár tartalom is megjelenik, vagy az előbb említett hírlevél sorozat, például ahol tartalomra lehet feliratkozni. Vagy lehet egy egyszerű dolog, mint például az előbb B2B-ben említett letölthető e-book, és nyilván ezeknek lehet bármilyen variáció, tehát ezeket párhuzamosan is lehet vinni. Ezt azért fontos meghatározni, mert mind a három kategóriánál más célokat, KPI-okat kell meghatározni, másképp kell mérni, és más dolgokra kell fókuszálni, amikor elemezzük ezeket az eredményeket. Úgyhogy igen, az ennyi. Nagyon nem mindegy, hogy amikor belevágunk egy partnerrel egy együttműködésbe, akkor folytatunk egy korábbi tartalomszolgáltatást, azt valamilyen szinten módosítva, vagy pedig újonnan kezdünk valamit. Nyilván a folytatásnál a korábbi tartalmakból, a korábbi eredményekből megállapíthatunk rengeteg dolgot, ezért a korábbi eredményeket mindenképpen célszerű elemezni, és ezekből könnyebben felállíthatunk benchmarkokat is, hogy az eddigi eredményekhez képest hová szeretnénk eljutni. Nem gyakran szokták megtenni, de én nagyon javaslom és érdemes csinálni ilyenkor egy tartalmi auditot, ami gyakorlatilag olyan, mint egy leltár, ahol átnézzük az eddig készült tartalmakat,
ezt párhuzamba állítjuk azzal, hogy melyik mennyire volt sikeres, és azt is megvizsgáljuk, hogy melyik az, ami még újra felhasználható, mert ezeket kisebb módosításokkal, vagy akár változatlan formában tudjuk még újra hasznosítani, aktualizálni, vagy kiegészíteni. Tehát itt a jobb oszlopban látható is, hogy mindez alkalmas lehet arra is, hogy akár kevesebb tartalommal nagyobb hatást érjünk el, hogyha például újra használjuk a tartalmat. Itt szintén a már említett SEMrush felmérésből is kiderült, hogy a tartalom teljesítmények fokozására az első két dolog, amit legfontosabbnak tartanak a marketingesek, az a SEO, tehát hogy kereső-optimalizáljuk a szöveget, és mindjárt a másik helyen szerepel a létező tartalomnak a frissítése és átalakítása, tehát ez tud hatékony lenni. Az sem ördögtől való dolog, hogy akár újra posztoljunk valamit, tehát például a Facebookon egy ilyen 3 hónap a felejtési idő, simán elképzelhető, hogy egy idő után érdemes lehet valamit újra posztolni. Végül pedig ugye készíthetünk más formátumot is a tartalomból. Egy nagyon triviális példa, éveken át működik egy blogunk, abban vannak tematikus sorozatok, amelyek tartanak valamennyi ideig, aztán indul egy újabb tematikus sorozat, ezek akár párhuzamosan futnak egymással, és mondjuk, hogy egy téma véget ért, és kerek, akkor ebből készíthetünk akár egy már említett hírlevél sorozatot, vagy készíthetünk belőle letölthető e-bookot, elérhetünk vele más közönséget, vagy más hatást, például regisztrációt. De erre számtalan más példát is lehetne hozni, akár platformok közötti váltással is, például a social médiában. Úgyhogy meg is kérdezném rögtön, hogy a résztvevők közül csinálta már újrahasznosítást, tehát a tartalmi auditot valaki. Itt úgy kéne válaszolni, hogy az igen, az első válasz azt jelenti, hogy mind a kettőt, tehát készült tartalmi audita vagy leltár, és újrahasznosítás is történt már. A másik az arról szólna, hogy nem készült ugyan átfogó audit, de alkalmilag történt már tartalomnak újrahasznosítása, és végül pedig a harmadik jelenti az, hogy egyik sem a kettő közül, tehát sem tartalmi audit leltár, sem pedig tartalom újrahasznosítás nem történt. Nézzük is az eredményt. Igen, tehát az átfogó audit nélkül alkalmilag, én nagyon reménykedtem benne, hogy ez lesz az első, ez volt a legvalószínűbb. Viszont sokan az is látszik, hogy még nem értek ezzel a lehetőséggel. Én azt gondolom, hogy érdemes ezt meggondolni és megvizsgálni, hogy lehet-e alkalmazni. Mert ezzel is hatékonyabbak tudunk lenni, és nem mindig szükséges új tartalmat gyártani. Jó, és akkor mehetünk is tovább. Csatorna, hát ugye itt is mondhatnánk, hogy marketing egyszer egy, ugyanakkor pár dolgot érdemes kiemelni. Nyilván a célközönség szempontjából releváns csatorna kell, hogy legyen, tehát azokat a csatornákat érdemes csak választani, amelyeken ott van az a közönség, amit szeretnénk elérni. És arra is gondolni kell, hogy ez a csatorna fenntartható legyen, tehát hogyha elkezdünk rajta dolgozni, akkor az a mennyiség, az a minőség, amit ott nyújtunk, akkor az hosszabb távon is működjön, legyen erre megfelelő kapacitás. És nyilván a social médiában nagyon fontos figyelembe venni azokat a formátumokat és azokat a funkciókat, amik elég gyakran változnak, fejlődnek. Tehát itt abszolút képben kell lenni azt illetően, hogy mik az új lehetőségek, és ezeket a trendeket használni kell. És amivel még mindenképpen tervezni kell, az pedig a benchmarkok. Szintén annak érdekében, hogy ne történjen csalódás az előzetes várakozásokhoz képest. Mi gyakorlatunkban is fordult már elő, hogy elkezdtünk együtt dolgozni, elértünk valamilyen eredményt, és az ügyfél úgy érezte, hogy az eredmény az jó, de hát ő ennél jobbra számított, és akkor egyeztettünk benchmarkokat, és akkor derült ki, hogy mi igazából fölötte vagyunk az elvárható benchmarkoknak, és hogy ez egy jó eredménynek számít. Tehát magyarul itt az elvárásoknak és a realitásoknak a elhelyezése az a benchmark ebben rendkívül sokat segít. Ezzel célszerű mindenképpen tisztában lenni. Nagyon sokszor emlegettük már a célokat,
és elmondtam, hogy többféle lehet. Igazából itt tényleg csak a leggyakoribbakat sorolom föl, mert ennél még többfélét is lehet választani. Ugye a tartalom erősítheti a cégnek, brandnek, szolgáltatásnak a imázsát, pozícionálhatjuk fele magunkat, akár szakértőként, vagy az, hogy mutathatjuk, hogy a cég segítőkész egy adott helyzetben. Edukálhatjuk a közönséget, leadeket generálhatunk, és ezzel javíthatjuk a vásárlói bázisunknak a minőségét. Használhatjuk forgalomterelésre, nagyon fontos ugye a SEO szempontok, konverzióra és itt tovább. És ismét a már említett SEMrush felmérésből láthatjuk, hogy itt a top 5 tartalom cél, az így néz ki a megkérdezett marketingesek szerint. Tehát a legtöbben a több és minőségi lead generálására szeretik használni a tartalmat. Ez követi a forgalomterelés a weboldalra, majd az imázs erősítése, az engagement és loyalty, és végül pedig a tranzakcióknak a növelése. Milyen fókusszal fogunk tartalmat gyártani? Ugye pont az lenne a lényeg, ahogy beszéltünk róla, hogy ne kizárólag és csak is termékszolgáltatás fókuszú legyen a kommunikáció, hanem ehhez közvetve kapcsolódó tartalmakat is nyújtsunk, ami valamiért a mi célközönségünknek hasznos, releváns és érdekes. Nyilván a legjobb a kettő kombinációja, van is egy ilyen aranyszabály, hogy ideális esetben egy 20%-ban célszerű termékről beszélni, és 80%-ban pedig kapcsolódó dolgokról. Tehát például, hogyha horgászbotot árulunk, akkor nincs értelme 100%-ban csak a horgászbotnak a tulajdonságairól beszélni, milyen paraméterei vannak, milyen anyagból készült, miért jó azt megvásárolni, hanem beszéltünk arról, hogy miért jó horgászni, említhetünk horgászhelyeket, hogyan tanítsuk meg rá a gyereket, milyen halfajták vannak, elmehetünk egészen akár a receptekig is, hogy hogyan készítsük el a halat. Tehát nagyon sok olyan dolgot tudunk még a termék mellé rakni, ami egészen biztos, hogy az adott célközönségnek érdekes, és örül neki, hogyha ezt a tartalmat kapja. Tehát ez sem árt a tervezés során tisztázni, hogy ebből se legyenek félreértések, hogy milyen fókusszal, milyen arányokban fognak készülni a tartalmak. A témaválasztás, ami ugye, ahogy beszéltünk róla, hogy milyen nagy kihívás, és nehéz, de nem lehetetlen feladat, hogy olyan tartalmat kell készíteni, amit biztos nem hagy figyelmen kívül a célközönségünk. Ugye erre három módunk is van, hogy ezt megtegyük. Az első, az hívhatjuk nyugodtan egy kötelező körnek, ez a mondhatjuk, hogy racionális tartalom, tehát például tudjuk, hogy szezonalitás alapján, vagy mik azok a triviális igények, amit az előbb is például a horgászat kapcsán elmondtunk, lehet tudni, hogy az adott célközönség az adott téma iránt egészen biztosan érdeklődik. Ugyanakkor ezen a szinten biztos, hogy túl kell lépnünk, mert ez volt az, amit 2013-ban megtettek a marketingesek, és akkor elég volt, de manapság ez már nem elég. A következő két körre is szükség van. Egyrészt konkurenciaelemzés, tehát mi az, ami máshol nem szerepel. Nyilván manapság már elég nehéz lesz ilyet találni. Ha véletlenül mégis találunk, akkor ezt azonnal le kell gyártni ezt a tartalmat, hiszen ha máshol nincs, akkor nálunk fogják megtalálni. Ha viszont máshol van, de mi meg tudjuk csinálni jobban, vagy másképp, akkor szintén érdemes vele foglalkozni. A harmadik pedig az igények felmérése, amit több módon tehetünk meg. Nyilván itt a keresési szándékot a legfontosabb megtalálni. Ami kicsit túlmutat azon, mint a szimpla kulcsszókutatás. Egy kulcsszókutatásban ugye meg tudjuk azt nézni, hogy mely kulcsszavak népszerűek, és melyek keresnek a legtöbben. Ugyanakkor érdemes ennek mögé látni, és megtalálni a keresési szándékot, tehát ezt a dolgot átforgatni egyfajta kérdésbe, problémakeresésbe, hogy mi az a kérdés, mi az a probléma, ami miatt a célközönségünk kutatott, és erre adni neki választ. Nyilván vonhatunk le következtetéseket abból is, hogy viselkedik az oldalon, és vonhatunk le következtetéseket abból is, hogy milyen visszajelzéseket ad, ami lehet akár komment formájában, lehet az, hogy mi fut be az ügyfélszolgálathoz, milyen kérdések, és akkor ezekre tudunk válaszokat adni.
Hogyha ezt a keresési szándék dolgot jobban szeretnénk definiálni, akkor itt igazából három fő fázis határozhatunk meg. Ugye az első az awareness, amikor azt a kérdést teszi föl a célközönség, hogy miért áll fönn egy probléma, tehát például miért étvágytalan a kutyám. A második fázis az már a megoldás keresés, ez az interest, amikor arra keresi a választ, hogy hogyan oldja meg ezt a problémát, és mi az, amit tennie kell. És végül pedig a consideration, amikor már egy konkrét megoldásnak a kiválasztásán gondolkozik, akár egy adott márkának az oldalán járva, hogy ez a márka segítette már másoknak is ennek a problémáknak a megoldásában, mert akkor ugye nekem is jó lenne. Tehát ez az a három fázis, amiben gondolkozni kell, hogy ebben van ezt az utat járja végig a mi célközönségünk, és ezeket kell megállapítani ahhoz, hogy jó tartalmat, jó témát tudjunk neki választani. Végül pedig a forgalomterelés, ugye nyilván olyan csatornákat kell kiválasztani, ahol az a célközönséget szeretnénk elérni, az rendszeresen tölt minőségi időt, és hogyha ezek megvannak, akkor itt pedig nagyon tudatosan kell terjeszteni a tartalmakat. Nyilván itt megkülönböztetjük az ingyenes meg a fizetett lehetőségeket. Ingyenesnél azért figyelni kell, hogy ne hasson spamnek az, amit promotálunk. És nagyon fontos az, hogy szinte biztos, hogy szükség lesz fizetett megjelenésre, és éppen ezért ezzel célszerű mindenképpen tervezni is, tehát erre büdzsét alokálni. Nyilván, hogyha újonnan indulunk egy csatornával, akkor be kell vezetni, de ha már be van vezetve és van rajta forgalom, akkor is időről időre érdemes bizonyos tartalmakat kiemelni. Erre például nagyon jó alkalom lehet, hogyha organikusan már látjuk, hogy elkezd jól teljesíteni egy tartalom, akkor ezt még támogathatjuk egy fizetős megoldással is. Mérés. Ismét a már idézett felmérésből kiderül, hogy a legtöbbet használt mérőszámok az organikus forgalom, a leadek száma, munkamenet oldalletöltés és konverziós ráta. Mi viszont ezt még meg szoktuk toldani néhány további dologgal, amit fontosnak gondolunk. Ilyen például a top tartalmak, melyek produkáltak a legnagyobb elérést. Nem keverendő ezzel össze a népszerű tartalmak, ugyanis ez azt jelenti, hogy az egyes posztokat vagy tartalmakat milyen mélységben olvasták végig. A forgalmi források posztszintű elemzése, milyen szinten vettek részt a konverzióban a tartalmak. Ahogy előbb említettem, ez kisebb esetben, vagy kevesebb esetben direkt konverzió, nagyobb esetben pedig inkább asszisztált konverzió, de akkor is fontos, hogy milyen mértékben vettek részt. Javult-e a helyezésünk a keresőben kívánt kulcsszavakra, és mindezeknek a visszacsatolása a tervezésbe. Nekünk van egy Data Driven Content nevű csomagunk, ami éppen arról szól, hogy a bal szélen látható alapadatokhoz képest itt a jobb szélen láthatóaknak is elvégezzük a mérését, elemzését, és ezt az ügyféllel megbeszélve visszavezetjük utána a tervezésbe. Úgyhogy ezzel végre is értünk annak a 10 pontnak, ami alapján mi meg szoktuk határozni a tervezést, és én erősen ajánlom mindenkinek, hogy ezeket a szempontokat vegye figyelembe hatékonyság érdekében. Ugyanakkor, hogy az elején említettem, figyelni kell azokra a trendekre is, amik éppen aktuálisak a nagyvilágban, úgyhogy ezekből most néhány dolgot szintén kiemelnék. Itt az első két oldalon már említett felmérésre fogok hivatkozni, amit linkelve is van a jobb alsó sarokban. A magát a prezentációt egyébként a webinár végén meg fogjuk osztani, tehát ez elérhető lesz, és hogy ebben ugye több helyen szerepelnek a forráslinkek is. Az első, ugye, amiről többször szó esett, hogy a stratégiát azt még fejleszteni kell, ez szinte mindenhol így van, mert miközben a marketingesek 91%-a használt tartalommarketinget, csak 9% elégedett a stratégiájával. Ugyanakkor az látszik, ugye, hogy a legelső szlájdon is volt a Google Trendsből, meg ebből is, hogy nőnek a büdzsék, hogy a tartalommarketing az továbbra is marad, és fontos lesz. 62%-a a marketingeseknek válaszolta azt, hogy növelni szeretné a kiadásait. A felmérésben az is kiderült, hogy jellemzően egy 1-3 fős
tartalommarketinges csapattal dolgoznak a cégek, jellemzően egy szövegíróval, egy social media menedzserrel és egy SEO content menedzserrel, és ennek dacára még a csapatok 40%-a valamilyen szinten, valamilyen részben azért ki szokta szervezni a tartalomgyártást. Ahogy arról ugye beszéltünk már, az organikus forgalom az egyik fontos mérőszám, illetve a legfontosabb a legtöbbek számára, és hatékony taktikának tartják a kereső optimalizálást, illetve a létező tartalmak frissítését, ahogy ezt már megbeszéltük. A lead generálás az egyszerre cél és kihívás, ugye 75% számára az a fő cél, több minőségű leadet generáljon, és egyúttal 54%-nak ez kihívást is jelent. Teljesen egyértelmű, hogy nagy az igény a vizuális tartalmakra, ezt 37% gondolta így. Ennek dacára érdekes módon a legnépszerűbb tartalmi forma azért mindig a blog, tehát első helyen áll a videós formátumok előtt. 86% a marketingeseknek készít blogposztokat. Elképzelhető és valószínű is, hogy a közeljövőben ez átfordul, de jelenleg még ez a helyzet. Az is vitathatatlan, hogy a tartalmak fő terjesztési csatornája a social media, ez nem kérdés, 94% terjeszti ott a tartalmait. És éppen ezért a cégeknél leginkább igényelt szaktudás az a social media menedzser. Egyre nagyobb szerepet kap, ugye az egész előadásnak a szellemiségéből ez derül ki, az eredményfókuszált tartalom, nő iránta az igény. Nyilván ezt is többféleképpen lehet közelíteni, van erre egy olyan népszerű megoldás, ami arról szól, hogy egyre több olyan listázó poszt készül, ami szűrőkkel van ellátva, így gyakorlatilag sokkal gyorsabban meg tudja találni a célközönség azt a tartalmat, ami őt konkrétan érdekli, és akkor a tartalom elején csak kiválasztja azt a részt, amit ő szeretne megtalálni, és át tudja ugrani a többi részét. Kis dolognak tűnik, de hatékony. Szintén ilyen ebbe a témakörbe tartozó dolog az is, hogy erősödni fog a konverziós marketing, ugye ez azért hasonlít az előzőhöz, mert ez is a tartalomnak a minél gyorsabb és hatékonyabb megtalálását jelenti, ha ez nem is látszik rajta elsőre. Ugye igazából a konverziós marketing arról szól, hogy a boltokban megszoktuk azt, hogy bemegyünk, és ott oda jön hozzánk egy eladó, és tudunk vele beszélgetni, és az online területen ez hiányzik. Ezt próbálják pótolni a chatbotok és különböző mesterséges intelligencia megoldások az interneten, és ennek a segítségével lerövidíthetjük az időt, amíg egyrészt megismerjük a felhasználót, meg tudjuk, mire van szüksége, és utána közvetlenül oda tudjuk irányítani a szájtnak ahhoz a részéhez, ahhoz a tartalomhoz, ami őt érdekli, és ami hatékonyan kielégíti az érdeklődését. Ugye nemzetközi trend a hangalapú keresés, ami itt nálunk még nem annyira jellemző, bár mobiltelefonon itt is, de ugye a nagyvilágban már nagy szerepet töltenek be a legkülönfélébb otthoni telepített eszközök. Az biztos, hogy a közeljövőben erre is optimalizálni kell majd a tartalmakat, ezért érdemes lehet akár már most belevágni, mielőtt ezt a konkurencia megteszi. Abszolút előretől az adatvezérelt tartalom, ugye ezt, ahogy többször is mondtuk, itt nem csak az ösztöneinkre, hanem az adatokra alapozva célszerű tartalmakat készíteni. Szintén előtérbe kerül a keresési szándék, még pedig azért is, mert hogy ugye a Google már megkülönböztet 4 különböző kereséstípust. Az első az információs, amikor általánosan keresünk valamit, a másik a navigációs, amikor nem ütjük be a URL-t, hanem csak egy szájtnak a nevét a keresőbe, és ez alapján találjuk meg. A kutató, amikor például értékeléseket, összehasonlításokat keresünk, mint például a legjobb hangszórók, hangszórótesztek, illetve a tranzakciós, amikor már egy konkrét dolgot szeretnénk megvásárolni, és azért indítottuk a keresést. Mivel a Google képes ezeknek a kereséseknek a megkülönböztetésére, érdemes ennek a figyelembevételével készíteni tartalmat, hogy tudjuk, hogy a felhasználó melyik fázisban mire kíváncsi, és ennek megfelelően kapjon hozzá tartalmat. Egyre nő az igény a személyre szabott tartalomra is,
hiszen a felhasználó elvárja ma már, hogy olyan tartalmat kapjon, ami csak is ő neki szól. Egyértelmű, hogy ehhez dinamikus tartalomkiszolgálásra van szükség, tehát megfelelő technikai megoldása, adott esetben automatizációra, és ehhez például nyilván különböző szálon különböző tartalmakat kell gyártani. Ennek szintén rengeteg módja van, amiben most nem tudunk belemenni, de nagyon egyszerű és triviális példa az, hogy olyan hírlevelet küldjünk, ami például nemek szerint megbontott, és más terméket ajánlunk férfiaknak és nőknek, de nyilván rengeteg lehetőség rejlik még ebben. Egyértelmű, hogy megkerülhetetlen lesz a videó és a livestream, és ugye erre ráerősített a karantén és a koronavírus is. Láthattuk ennek a tartalomtípusnak, ez a formátumnak, bocsánat, a szaporodását. Legtipikusabb lehetőség ugye webinárok, tarthatunk akár egy kifejezetten kérdés-válasz eseményt is, vagy bemutathatunk termékeket, hogyan működünk színfalak mögött, interjúkat készítünk szakértőkkel. Ezek a legtípusabb formátumok jelenleg, de nyilván ezek is változni fognak még a jövőben, és biztos, hogy ez erősödni fog ez a trend. Ugyanakkor a podcast is egyre sikeresebb, tehát egyrészt egyre többen hallgatják, másrészt pedig az engagement is nő, tehát aki hallgatja, az egyre többet fogyaszt belőle. Érdemes lehet kipróbálni nálunk, ez még annyira nem jellemző, de már érződik a hatása. Az IAB, a magyar tagozata is most alapított egy audio tagozatot, tehát abszolút látszik, hogy ez jön fel ez a terület. Ahogy annak idején az hősidőkben meg lehetett próbálni a vendégposztolás más blogokon, most is esetleg érdemes megpróbálni egy vendégszereplést egy olyan podcaston, aminek már jó elérésé van és ismert neve van, és akkor meg lehet nézni, hogy ez milyen hasznot hoz, mielőtt belevágnánk esetleg egy sajátnak a készítésébe, amit szintén csak tervezéssel érdemes megtenni. És végül, de nem utolsó sorban, felértékelődnek a tematikus gyűjtő oldalak is, és az a helyzet, hogy a Google már nem csak az egyes oldalakat, de azoknak a kontextusát is értékeli. De az történik, hogyha van két kvázi azonos értékű oldal, ami egy témát feldolgoz, akkor a kettő közül az az értékesebb, amelyik egy olyan oldalcsoporton belül szerepel, ahol az a témához kapcsolódva más témákat is feldolgoztak. Tehát, hogyha például van egy nagy átfogó témánk, annak készítünk egy gyűjtő oldalt, és ezt altémákra bontva külön aloldalakon, külön blogposztokban dolgozzuk ki, akkor ezt jobban fogja értékelni a Google, ami azt jelenti, hogy érdemes lehet elmozdulni egy olyan irányba, ami egy ilyen gyűjtő oldal készítését jelenti. Ezzel akár egy adott témának a megmondó emberévé is válhatunk, hogyha ezt jól felépítjük, és kellően teljes körül a dolog. Ráadásul, hogyha elkereskedők vagyunk, akkor ugye ez bónusz lehet, hogy ezekhez az aloldalakhoz jól lehet kapcsolni termékeket is. Ha meg technikailag megoldható, hogy ráadásul az adott oldalon meg rögtön kosárba is lehet helyezni, akkor az rendkívül hatékony tud lenni. Van ügyfelünk, akinél ez láthatóan jól működik. Ennyit szerettem volna trendekről mondani, és maradt egy kis időnk kérdésekre és válaszokra, mielőtt a végén még egyrészt a beígért meglepetéssel, másrészt pedig a következő webinár beharangozójával zárnánk az eseményt. Úgyhogy ha vannak kérdések, akkor azokat nagyon szívesen fogadom, és akkor igyekszem a következő pár percben ezekre válaszolni. Oké, hát úgy látom, hogy nem futottak be kérdések, akkor viszont, ha nincsenek kérdések, akkor át is térhetnénk a következő és egyben utolsó előtti szlájdra.
Elnézést, közben most kaptam a hírt, hogy csak technikai probléma volt, és jönnek kérdések, akkor viszont maradunk még. Igen, tehát az a kérdés, hogy inkább posztokat hirdessünk a Facebookon, vagy az általános oldal hirdetésben hisz. Nyilván, mivel én tartalmi oldalról közelítek, és ugye elmondtam többször, hogy fontosnak gondolom a tartalomnak a promócióját, én azt gondolom, hogy a posztok hirdetése az mindenképpen fontos, tehát én azt nem hagynám ki semmiképpen. Nem, legalábbis nem úgy, hogy választani kell a kettő közül, tehát hogy akkor, ha oldalhirdetés van, akkor ne legyen poszthirdetés. De azt gondolom, hogy mind a kettőnek megvan a helye és fontossága, és ez szintén a stratégia része kell, hogy legyen, hogy melyiket milyen arányban és mértékben használjuk. Szerintem ez nem vagy-vagy, ez szerintem is. És sok mindentől függ, de inkább is, mint sem vagy-vagy. Hangalapú keresés mit jelent pontosan? Hát ugye az a mobiltelefonokkal kezdődött igazából a hangalapú keresés, amikor ahelyett, hogy begépelnék valamit a Google-ban, megnyom a mikrofonnak a gombját, és bemondom a keresőszót, és már is kapom rá a találatot. És nyilván ennek már fejlett piacokon rendkívül szofisztikált módjai vannak, tehát nem csak keresésre jó, hanem árurendelésre, közvetlenül napló bejegyzésekre, bármire szinte. Tehát igazából a hangalapú keresés ezt jelenti, és nyilván az a kereskedő, az a tartalomszolgáltató tud itt előtérbe kerülni, aki erre is optimalizálva van. Tehát, hogyha valaki hangalapú keresést indít, akkor megtalálják az ő termékét ebben a rendszerben is. Tartalommarketing és influencer marketing kapcsolata. Az a helyzet, hogy mi Grow Digital ügynökségként mi nem foglalkozunk influencer marketinggel. Ugye ennek nem is gondolom azt, hogy én szakértő lennék, és épp ezért ezzel kapcsolatban nem is szeretnék állást foglalni. Azt gondolom, hogy mi, hogyha bármi, tehát természetesen mi is kampányokban szoktunk influencereket is bevonni, tehát előfordul, hogyha olyan kampánya van az ügyfélnek, amiben influencerrel szeretne együtt dolgozni, akkor ezt megoldjuk, de mi magunk nem nyújtunk ilyen szolgáltatást. Honnan és hogyan érdemes lehet hiteles benchmark adatokat szerezni? Ezt a legtöbb esetben különböző szövetségek szokták a leghitelesebben gyártani. Ugye az előbb is emlegetett IAB, ugye Internet Advertising Bureau, ami egy globális szövetség, és annak van magyar tagozata is. Ők például számos területen adnak ki benchmarkokat, de ez más területeken is így van. Nyilván cégek is a saját tapasztalataik alapján szoktak benchmarkokat kiadni. Nyilván egy szövetségi azért hitelesebb, mert ő a tagsága révén lefed egy teljes területet, egy adott szakterületet az iparágon belül. Egy adott cég pedig nyilván ott is lehet hiteles, hogyha ő olyan platformról beszélünk, amit nagyon sokan használnak, de az azért mégiscsak az ő saját adatain alapul. Úgyhogy általában az ilyen szövetségi benchmarkok azok irányadóbbak szoktak lenni. Elnézést, sajnos viszont közben lejár az időnk, úgyhogy azt hiszem, hogy most ennyi kérdésre jutott csak idő. Én javasolnám, hogy térjünk vissza gyorsan az utolsó két rövid szlájdhoz. Az egyik az, hogy az ígért meglepetés, én szeretnék fölkínálni egy 1 órás ingyenes tartalom marketing tanácsadást az első 5 jelentkezőnek, ami ugye arról szólna, hogy megnézzük a tartalmi jelenlétet, megbeszéljük a célokat, tartalmi igényeket, és teszünk javaslatokat arra vonatkozóan, hogy merre lehetne innen tovább menni. Akit ez érdekel, az a
györgy.juhász@growdigital.com e-mail címen tud jelentkezni erre, és ez a lehetőség ez ezen a héten pénteken, tehát még két napig július 10-éig él. Úgyhogy mindenkit arra biztatnék, hogy akit érdekel jelentkezni, és az első öt jelentkezőnek tudjuk ezt a lehetőséget nyújtani. És végül pedig szeretném felhívni a figyelmet a következő webinárunkra, mert ugye hetente tartunk más és más témában. Mindig szerdán 14 órakor, tehát a következő éppen ezért 15-én szerdán 14 órakor lesz, és a témája pedig a webanalitika helyes beállítása, és a ezen a téren dolgozó szakembereink azt tapasztalják, hogy 10 esetben 8-szor lehet találni valami olyan beállítási lehetőséget, ami vagy nem megfelelően, vagy rosszul lett beállítva, és ezzel akár 20%-ot is lehet javítani a kampányoknak a hatékonyságán, mert hogy emiatt a rossz beállítás miatt nem megfelelő adatokból dolgozik a rendszer, és ezért nem kellően hatékony a kampány. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen érdekes lehet meghallgatni ezt előadást. Itt a képernyő felső részében akár most rögtön regisztrálni is lehet rá, de ezt természetesen később is meg lehet tenni, ez Facebook eseményként is meg fog jelenni a Facebook oldalunkon, és ott is elérhető lesz a linkje, és ott is meg lehet tenni a regisztrációt a jövő hét szerda 14 órai webináriumra. Én nagyon köszönöm mindenkinek a részvételt, remélem tudtam hasznos információkkal szolgálni. Ahogy korábban jeleztem, a prezentáció anyaga elérhető lesz a webinárium után nem sokkal, úgyhogy aki esetleg lemaradt, vagy a benne lévő tartalmat szeretné még egyszer átnézni, linkek is szerepelnek benne, az megteheti. Úgyhogy köszönöm szépen a részvételt, és akkor sok sikert kívánok mindenkinek a tartalommarketingben.